Kedves nézőink, a pályaválasztásban szeretnénk segíteni a végzős diákoknak, ezért a következő időszakban az Ajkai középiskolák vezetőivel láthatnak stúdióbeszélgetéseket. Ma elsőként a Szent Györgyi Albert szakközépiskola és szakiskola vezetőjével. Köszönöm a stúdióban Holzinger Andrást, a Szent Györgyi Albert szakközépiskola, szakiskola és kollégium igazgatóját. Jó estét kívánok, igazgató úr! Azt hiszem, hogy minden iskola életében jelenleg egyik legnagyobb kérdés a létszám. Kezdjük talán ezzel, hol tart az iskola jelenleg, milyen létszámmal működik? Én is köszöntöm a kedves nézőket, különösen azokat, akik most igen nagy feladat előtt állnak, szülők, tanulók, hozzátartozók, hogy gyermekeik milyen irányba induljanak, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk arról, hogy egyáltalán ez az iskola milyen szakmákat szeretne majd ajánlani, illetve ajánl. A létszámot tekintve most jelenleg 650 tanulója, nappali tagozaton 650 tanulója van, és mindent elkövetünk, dolgozunk érte, hogy ez a létszám a következő tanévben is meglegyen. Egyébként ez a létszám, amit említett, a 650 az előző évekhez képest mit jelent? Több-kevesebb? Természetesen azzal, hogy a szakképzés szerkezete átalakult, az 5 éves képzésből először, a szakiskolai képzésről beszélek most, az 5 éves képzésből 4 éves lett, a 4 évesből 3 éves, ez nyilván, hogy egy létszám változást eredményezett, 700 tanulónk volt ebbe az időszakban, és most 650. Igen, itt két dolog is elhangzott, nagyon lényeges lesz következőkben. Egyrészt ugye az, hogy változik a képzés szerkezet, másrészt az, hogy milyen képzéseket kínálnak. Nézzük először azt akkor talán, hogy milyen képzéseket kínál az iskola jelenleg, mire lehet jelentkezni. A nevünkkel kezdeném a következő tanévtől, ugye Szent Györgyi Albert szakgimnázium, szakközép és kollégium lesz a nevünk. Ez nem csak a nevébe változik, hanem tartalmába is. Mi most a szakgimnáziumba 4+1 éves képzésre veszük fel a tanulókat, és már itt 9. osztálytól elindul a szakképzés. Az érettségi, az ugyanúgy az érettségi szabályzatnak megfelelően kell majd a tanulóknak érettségi vizsgát tenni, plusz emellé megkapnak szakképesítést, részszakképesítést, és az érettségit követően pedig egy év alatt megkapják a szakmai képzettséget, és egy emelt szintű szakmai képzettségről van szó. A szakközépiskolába pedig 3+2 évre vesszük fel a tanulókat. Ez azt jelenti, hogy 3 éves maga a szakképzés, és utána mindenféle tanügyigazgatási eljárás nélkül folytathatják a tanulmányaikat az intenzív érettséggel való felkészítésre. És milyen szakmákra jelentkezhetnek? A szakgimnáziumi képzés területén először a szakmacsoportokat szeretném mondani, egészségügy, szociális, vendéglátás és a rendészet. Az egészségügyi képzésen belül is több szakmai képzést ajánlunk, mégpedig a gyakorló ápoló, a gyakorló mentőápoló, a gyakorló csecsemő és kisgyermekápoló és az egészségügyi asszisztens. Tehát elég sok olyan egészségügyi szakképzésre lehet jelentkezni, amire a napjainkban rendkívül nagy szükség van. A szociális területen pedig a kisgyermek és csecsemőgondozó, ők elsősorban ugye a bölcsődébe tudnak, mint gondozónak elhelyezkedni. Nagyon rövid ráképzéssel elvégezhetik a pedagógiai asszisztens képzést, és továbbra is ajánljuk a szociális asszisztens és a szociális szakgondozó. Mindegyik arra készíti fel a fiatalokat, hogy majd szociális intézményekbe elesett, beteg, fogyatékkal élő embereknek az ügyeit és az életvitelét segítség és adjanak szakszerű gondozást. A vendéglátás szakmacsoportban a vendéglátás szervező, ami valószínű, hogy mire ők a jelentkezési procedúrán túlesnek, már vendéglátó technikumnak fogják hívni. Ez is 4+1 éves, ők szakács, pincér, recepciós programszervezőként tudnak majd elhelyezkedni, és hát megmaradta, és továbbra is igen, nagy szeretettel ajánljuk a rendészképzésünket,
A rendészképzés, ugye azt mondtuk, hogy 4+1 év, ebbe ezen a területen is így igaz, azzal a különbséggel, hogy a rendészek a negyedik év végén biztonságőr, vagyonis biztonságőri végzettséget kapnak, és jelentkezhetnek a körmendi rendészeti szakközépiskolába, illetve a közszolgálati egyetemre. Na most itt nem csak a katonákkal, tehát nem csak rendőröknek jelentkezhetnek, hanem a katonasághoz, a katasztrófavédelemhez és a büntetésvégrehajtó intézetekbe is. Mindegyiknek a közös alapozása tulajdonképpen itt az iskolában megtörténik, és majd utána bízom benne, hogy a megfelelő erőléti és a pszichológiai felkészítéssel eredményesen pályázhatnak az altisztire, illetve a tisztképzésekre. Tehát széles a lehetőség ezek után. Ez volt a szakgimnáziumi rész. A szakközépiskolai, ez biztos, hogy nagyon furcsán hangzik, mert még mi is elég gyakran eltévesztjük. A szakközépiskolai részbe, a 3 éves szakképzésbe ajánljuk a szakács, pincér, pék, cukrász, szociális gondozó, ápoló és a vendéglátó eladó szakmákat. Itt is 3 év után, pontosabban már 9. után kell, hogy tegyenek szintvizsgát, ez a Veszprém megyei kamara szervezésébe történik, utána mehetnek ki 10-be, 11-be a megfelelő gyakorlati helyre. Az új ugye ebbe a képzésbe az, hogy 1 hetet kint vannak a gyakorlati helyen, tanulószerződés, ez egy nagyon lényeges dolog. A másik pedig, hogy a 2. héten az iskolában még mindig a tankonyhai gyakorlat is van, és hát emellett meg az elméleti oktatás történik. A vendéglátósok is, a szakácsok és pincérek is, pékek, cukrászok, szociális gondozó ápolók, vendéglátó eladók valamennyien itt Ajka környékén tudnak gyakorlati helyen tanulószerződést kötni. Igen, ezt is akartam éppen kérdezni, ugye tudjuk azt, hogy kiszervezték a gyakorlatokat az iskoláktól, ahogy is említette, eljárnak a gyerekek. Milyen gyakorlati helyeket tudnak biztosítani, mennyire jók a kapcsolatok ezen a téren az iskolának? Pontosabban a gyakorlati helyeket úgy szervezték ki az iskolából, hogy ahova lehet küldeni tanulót, mert megvan a tanultartási engedély, és olyanok a feltételek van, tanulófelelős oda, a kamara valóba, és tud elegendő helyet biztosítani, oda a kamara valóba kiküldi a tanulószerződéssel a tanulókat, ehhez az iskolának jogilag, gyakorlatilag semmi köze, ez idézőjelben mondom, mert hát annyi nyilván van, hogy a kapcsolattartás az nagyon fontos, de ha nem tud annyi gyakorlati helyet biztosítani, akkor megengedi azt, hogy az iskola tanműhelyébe is teljesítsék ezt a termelési gyakorlatot. Természetesen ez akkor lehetséges csak, ha a kamara szintén az iskolába úgy ítéli meg, hogy a tanuló mű, tehát a tanműhely megfelel erre a célra. Ezzel örömmel, önök rendelkeznek ezzel. Igen, örömmel mondhatom azt, hogy nagyon jól felszerelt tanműhelyeink vannak minden területen, tehát az egészségügy, a szociális, a vendéglátás, az élelmiszeripari szakmacsoportban, mindenhol, úgyhogy a kamara ezt a lehetőséget biztosítja, és itt helyben megoldható. Tehát tanuló nem marad gyakorlati hely nélkül. Az egészen biztos. Az egészen biztos, ami nagyon fontos mindenki. Igen, számára. Az egészen biztos. Talán még az egészíteném ki, hogy a szülőknek megadjuk azt a lehetőséget és a segítséget, hogy ajánljuk a gyakorlati helyeket. Tehát nem kell attól tartani. Ezt többen megkérdezték, hogy akkor hogyan kell nekünk a gyakorlati helyet megkeresni. Mi kiajánljuk. Tehát felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét, hogy hol van olyan lehetőség, ahova ő mehet, és így ez nagyon, tehát maga a gyakorlati hely keresése lényegesen lerövidül. Nem csak Ajkán, nem csak közvetlen Ajka környékén, hanem azt mondhatom, hogy az egész megyét beleértjük, lefedjük, és Csümegen nagyon sok tanulónk van, de Balatonfüred, Tapolca, Veszprém, tehát itt Pápa a környéken mindenhol.
Azért merem ezt így mondani, mert az a szerencsénk, hogy létre tudtunk hozni egy nagyon korszerű és nagyon szép kollégiumot. Ez lett volna a következő, megelőzöm a kérdéseket akkor. Van egy nagyon szép kollégiumunk, iskolának mint lehetőség 90 tanulót tud elhelyezni, jelenleg 64-en vannak, és fiúk, lányok egyaránt, tehát nem kell attól tartani, hogy kettős átszállással nagyon korán kelljen otthonról elindulni, és nagyon későn érjen haza, hanem itt helyben ez megoldható. Igazgató úr, egyetlen dolog még, úgy tudom, hogy hamarosan nyílt nap lesz az iskolába. Ha erről mondani jár szót. Most fejeződött be a városba 21. alkalommal szervezett suli bőrze, én ezt nagyon jónak tartom, és tényleg színvonalas kiállításon már kaphattak a tanulók egy kis előzetest abból, többek között a mi iskolánkban szerezhető szakképesítésekről, hogy is néz az ki. Minden évben megszervezzük a nyílt napokat. Az első nyílt nap az a következő héten, szerdán, vagyis október 21-én lesz, 8 órától délig, 12 óráig. Nem csak a tájékoztató lesz ezen, az is nagyon fontos, hanem be lehet menni órára, foglalkozásra, találkozni lehet oktatókkal, és ami egy nagyon fontos, hogy tanulókkal, hisz a tanulók mondják meg legőszintében, hogy érzik magukat az iskolába, és hogy jött össze az az elképzelés, amit ők úgy gondoltak az adott szakmáról. Én annak nagyon örülök, hogy nagyon kevés az átjárás. Ezt a szakképzési törvény is sugallja, mert nincs a pályaorientáció, tehát már szeptember 1-én elindul a szakképzés, és hát bizony ez egy kötöttséget jelent. Tehát 21-e, október 21-e a nyílt nap időpontja. Igazgató úr, köszönjük szépen a tájékoztatást. Én is köszönöm a lehetőséget.